Nagy tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Király Tamás, mai vendégünk pedig Csat Magdolna, közgazdász, egyetemi tanár. Itt van velünk a vonal a túlsó végén. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy fogadja a hívásunkat. Jó napot kívánok, köszönöm a hívást. Gazdaságról lesz szó, és rögtön egy adattal kezdenénk. Az Eurostat nemrég közölte a legfrissebb kutatásfejlesztési ráfordításokat. Ebből az derül ki, hogy az Európai Uniós átlagérték GDP arányosan minimálisan 0,2%-kal javult 2022-ben, és elérte a 2027%-os GDP arányos értéket. Ezzel szemben a magyarok jelentősen lemaradva 1,39%-dal szerepelnek a 19. helyen. A növekedés.hu-n jelent meg az a cikk, amit ön írt, és az a címe, hogy az osztrákok előnye behozhatatlanul nagy lett ezen a területen. Talán azért is fontos erről beszélni, mert most ugye különböző bér ígérgetési versenyek vannak. Orbán Viktor beszélt az 1 millió forintos átlagbérről, illetve az 1000 eurós minimálbérről. Magyar Péter meg azt mondta, hogy ha ők kerülnek kormányra, akkor a ciklusuk végéig 1 millió forint lesz a minimálbér. Szóval lehet-e úgy ilyen terveket szőni, hogy közben meg ilyenek a GDP arányos ráfordítások a kutatásfejlesztésre? Tegyük ezt a bér dolgot először tisztába, jó? Mert ugye szépnek tűnik ez az összeg, de onnan kellene elindulni, hogy most mi a helyzet. És amilyen számokat hallunk, ezek szépnek tűnnek, de ezek bruttó értékek. Na most a bruttó értéket soha senki nem kapja meg, ezért a nettót kell néznünk. És Magyarországon ebben az évben, az első fél évről van már statisztikai adat, KSA adat, az átlagos nettó bér 422 ezer forint volt. Na most nyilván az, amit hallottunk, az az 1 millió és a fölötti, az is bruttó, csak ezt azért mondom, hogy nem kell ettől úgy borzalmasan boldoggá válni, hiszen a nettó az sokkal, de sokkal kevesebb. Tehát most is 422 ezer a nettó. És mondom a következő problémát. És ugye enélkül sem lehet ezt a tervet értelmezni. Ki kapja meg Magyarországon ezt a nettó jövedelmet? Ha megnézzük az összes vármegyét, akkor azt látjuk, megdöbbenve, hogy egyetlen egy vármegyében van e fölötti érték, ez a Győr, Moson, Sopron, meg természetesen Budapesten magasabb, 422 ezer forint per hó nettó fizetésnél nagyobb az átlag, és még mindig csak az átlagról beszélünk ezen belül is, az összes többi helyen lényegesen alacsonyabb. Tehát anélkül, hogy ezt a dolgot említenénk, értelmezhetetlenek ezek a célok, akárki is mondja őket. Ugyanis Magyarországon nagyon nagyok a bérkülönbségek, ezt látjuk az átlagnál is, tehát egy vármegyék átlag, ahogy néz ki, de ha még belülre megyünk, és még tovább lebontjuk az adatot, akkor nagyon-nagyon megnőttek a különbségek, nagyon sok helyen apró pénzeket keresnek az emberek, és ugye vezetők meg nagyon magas fizetést kapnak. Na most még tovább boncolgatva a dolgot, a bérek függenek attól, hogy milyen egy gazdaságnak a szerkezete. Tehát milyen tevékenységek vannak abban az országban, és azoknál a gyáraknál, amelyek ezeket a tevékenységeket végzik, milyen béreket fizetnek. Na most Magyarországon az uralkodó ágazat az a járműipar, illetve most kezd nagyon rohanni utána az akkugyártás, ez a villamos gép ágazat, ugye egyébként, és ezekben a gyárakban, ezeken a munkahelyeken azért nem olyan nagyon magas a fizetés. És ez azt jelenti, hogy amíg a szerkezetünk változatlan, tehát nem lesz nagyon sok olyan cég, amelyik kutatásfejlesztéssel is foglalkozik, hogy az első mondatra térjek vissza, nagy hozzáadott értékű tevékenységet állít elő, addig nem lesz könnyű a béreket emelni, hiszen a cégeknek nem lehet megmondani, hogy mennyi bért fizessenek. Tehát nyilván összefügg azzal, hogy mit csinálnak. És akkor gyorsan megemlítem, hogy ha a gazdasági eredményeket ágazati szinten nézzük, és ugye azt tudjuk, látjuk, halljuk, hogy az iparnak általában az iparnak a teljesítménye az 2023 óta folyamatosan negatív, tehát mindig az előző időszakhoz képest, amelyhez mérünk, ez általában
a mostani hónap, meg az egy évvel korábbi hónap, tehát egy éves összehasonlítás van, ahhoz képest negatív az ipar tevékenysége, eredményessége, beleértve a járműipart is, és beleértve mostanában, hogy ezek friss ágazatok az akkugyártás. Ugyanez a helyzet az exportjukkal is. Na most ugyanakkor viszont a gazdaságon belül nagyon nagy szerepet játszanak. Tehát meg kéne győzni ezeket a cégeket két dologról. Az egyik az az, hogy a mostani béreket jelentősen emeljék meg. Másrészt arról, hogy hozzanak ide kutatás-fejlesztési tevékenységet, mert ott eleve többet fizetnek. Csak hogy nem azért jöttek ide ezek a cégek, hogy ők itt olyan bért fizessenek, mint mondjuk otthon, tegyük fel Németországban, mert azért jöttek ide, három dolog miatt jönnek ide Magyarországra, az egyik az az, hogy sehol a világon akkora ingyen állami támogatást nem kapnak, mint nálunk. Kettő, a bérek Magyarországon, ezen a szinten, amiről az előbb beszéltünk, hogy az átlag nettó 222 ezer, de ezt is csak két helyen kapják meg, illetve ott esetleg többet is kapnak ennél, Budapest, Győr, Moson-Sopron. Tehát ők többek között azért vannak itt, mert itt alacsonyak a bérek, és ezzel próbálnak versenyképesek lenni. Látható módon nem sikeresen, mert elvárna a piac azért az innovációt, főleg a német gyáraktól, de ebbe most nem akarok még belemenni. És a harmadik, ami miatt szeretnek bennünket, az az, hogy jó helyen vagyunk, itt Európa közepén. Na most, ha ezeket összevesszük, ezeket a tényezőket, hogy miért vannak itt, milyen cégek vannak itt, most milyenek a bérek, akkor azt gondolom, hogy bocsánat, hogy ilyet mondok, mert ugye nem politikus vagyok, ám közgazdász, de eléggé ezek ilyen választási kampány szövegeknek hangzanak minden oldalon, hogy hány millió, meg nem tudom mennyi. Meg kell nézni, hogy milyenek a feltételek most, és ebből hogy lehet eljutni egyáltalán. El kellene jutni, mert szégyeltesen alacsonyak Magyarországon a bérek. Na és milyenek a feltételek? Hát ugye a feltételek azokat, ahol baj van, ugye ott kell változtatni. És az egyik alapvető gond az a gazdasági szerkezet. És főleg az a probléma, hogy nem mozdul meg. Tehát egy olyan merev gazdasági szerkezet van Magyarországon, és még merevedik azzal, hogy még több autóipari befektető, még több akku termeléshez, akkugyártáshoz kapcsolódó tevékenység jön Magyarországra, és ezek tipikusan nem tudás alapú tevékenységek, hanem ezek fizikai munkát kínálnak az embereknek alacsony más országokhoz képest, mondjuk Ausztriához, vagy akár Csehországhoz, vagy most már akár Lengyelországhoz képest is alacsonyabb béreket fizetnek. Tehát ugye itt a megoldás nyilván az lenne, hogy egyrészt azokat az ágazatokat hozni helyzetbe, ahol eleve több az innováció, magasabbak a bérek, mondok ilyet, gyógyszeripar. De ugye azt látjuk, hogy míg a termelése is, az exportja is, a járműgyártásnak, az akkugyártásnak bajban van, aközben a gyógyszeripar a legutóbbi adatok szerint körülbelül 20%-kal növelte az exportját. Ugyanakkor ez az az ágazat, ahol extra profit adót vett ki a kormány, ahelyett, hogy örülne, hogy van egy ilyen ágazat. Tehát ez az egyik, hogy a meglévő szerkezeten belül nyilván azokat kéne inkább békén hagyni, helyzetbe hozni, azokat az ágazatokat, amelyek mennek. Ilyen a gyógyszeripar, ilyen az infokommunikáció például, ilyen az élelmiszeripar egyes ágazata, ilyenek. A másik dolog pedig, hogy borzalmasan és komolyan rá kellene most már hajtani arra, hogy dinamizálódjon a gazdaság, sok új, fiatal, innovatív, kis cég jöjjön ide. Hát miért nem jönnek? Hát ugye nyilván megfelelő oka van, hogy olyanok a körülmények, hogy nem annyira vonzó számukra Magyarország. És itt gyorsan megemlítem azt, hogy a tipikusan versenyképes, nagy innovációs tartalommal rendelkező ágazatok, azok mostanában azok az úgynevezett zöldipar, zöld termékek, környezetvédelemhez, környezetgazdálkodáshoz kapcsolódó termékek és szolgáltatások, és ezeknek az aránya a magyar teljesítményben gyakorlatilag láthatatlan annyira alacsony, beleértve az exportot is, mert ugyancsak exportálni sem ilyen dolgokat exportálunk. No most azért mondom, hogy itt egy dinamikusabb gazdasági szerkezetre kellene áttérni. Hallunk ki erről, amikor azt hallottuk mostanában, hogy a KKV szektort kellene kicsit megpörgetni.
Csak ugye az emberek erről megint az jut eszébe, hogy mindig akkor kerül szóba meg a terítékre a KKV szektor Magyarországon, amikor baj van. Akkor hirtelen mindenkinek eszébe jut, hogy édes Istenem, hát hiszen van itt egy KKV szektor is, amiről eddig elfeledkeztünk. Csak ugye itt is a jó megoldás kellene egyelőre, tőkejuttatásról hallunk. Hát a tőkejuttatás az azt jelenti, hogy valaki, aki juttatja azt a tőkét, az nyilván tulajdonrészt akar abban a KKV-ban. És ugye ilyen ötlet már régebben, néhány évvel ezelőtt, én emlékszem, hogy a kamaránál volt, a parlag kamara vezér, ő már ezt bedobta valamikor, hogy hát a magyar KKV szektorban is be kéne szállni az államnak, vagy ki tudja kinek. Na most nem gondolom, hogy ettől lesz jobb a KKV szektor, ott egészen más kellene tenni. Kétségtelen, hogyha ha mondjuk támogatást úgy kapnának, mint hogy az autóipar, meg az akkugyártás kap, akkor lehet, hogy már nem ott tartanának, ahol tartanak. Tehát ezt mind gazdasági szerkezeti kérdés. Úgy gondolom, a másik pedig, ahol nagyon-nagyon gyorsan tevékenykedni kellene, hát az természetesen az oktatás területe, ahol borzalmasan el vannak a bérek maradva, az egészségügynek bizonyos ágazatai, szociális szektor, a kutatás fejlesztés, akár a kutatóintézeteket nézzük, ott is alacsonyak a bérek, és nem akarom azt mondani, hogy nézzük meg, hogy egy óradó egyetemi tanárnak az Magyarországon mennyit ér. Tehát ezek egyébként, ezek tényleg emelni. Ott is van különbség az alapítványi fenntartású intézmények. Olyan nagyon van különbség, de azért olyan borzalmasan nagy ott sincs, de kétségtelen, hogy ott felemelték a béreket, ez igaz. Tehát én azt gondolom, hogy a szemlélettel is nagyon nagy baj van, hogy egyáltalán mit akarunk mi ebben az országban. Tehát azt hallom, hogy egy kezdő tanárnak, vagy egy kezdő egyetemi tanárnak a fizetése, tanársegédi, azt hiszem így hívják, az valami nagyon tragikus például. Hát alacsony nagyon persze, de amíg valaki nem állásban van, hanem óraadó tanár valamelyik egyetemen azért, hogy az egyébként alacsony jövedelméhez egy kicsit még hozzákeressen, hát ilyen 10 000 körül kap bruttot, 10-12, ugye ebből körülbelül egy ilyen 35-36%-ot kapásból le kell vonni, ahhoz, hogy nettóhoz jussunk el, tehát 10 000 alatt van. Úgyhogy ezekről kellene beszélni, ugyanis ezek hoznák ki Magyarországot abból a helyzetből, amire azt szoktuk mondani, hogy fejlődési csapda veszély van, ha már nem vagyok benne ebben a fejlődési csapdában, mert ugye ha az adatokat nézzük, akkor azért elég sok elszomorító adat látszik, és ez mind összefügg azzal is, ez az egész gazdasági szerkezet, hogy mire költünk, K plusz F-re kutatásfejlesztésre mennyit költünk, hogy mennyi az egyfőre jutó létrehozott új termék, tehát ez bizonyos GDP Magyarországon. És ugye most oda jutottunk, hogy a 2023, tehát a tavalyi évben az adatok úgy néznek ki, hogy Magyarország után már csak 3 ország van egyfőre jutó GDP-ben, mert a GDP termelés az összefügg azzal, hogy milyenek a bérek. Magasabbak a bérek, akkor az azt jelenti, hogy ott innovatívabb termelés folyik, olyan termékeket állítanak elő a gyárak, amelyeket jó áron lehet eladni a piacon. És ugye 3 vannak mögöttünk, és oda jutottunk, hogy a horvátok behoztak bennünket, a románok elhagytak bennünket, mondom a számot is az érdekesség kedvéért, hogy ha 100-nak vesszük az Európai Uniós átlagot az egy főre jutó GDP tekintetében, akkor a magyar érték 76, a horvát is 76, a román pedig 80. Na most többek között a románoknál ez azért van, mert egyrészt borzalmasan megemelték a béreket, másrészt mivel a béreket megemelték, és az infláció meg sokkal alacsonyabb volt tavaly, mint nálunk, ezért megugrott a fogyasz. Ugye nálunk meg panaszkodik a politika, hogy nincs fogyasztás. Hát többek között azért, amiért Romániában meg van, és nálunk meg nem úgy van a helyzet. Tehát az egyfelejtett GDP maga is mérni azt, hogy mennyire fejlődünk. Bár nem szeretem a GDP-t fejlődési mutatónak tekinteni, de minden esetre ezért mutatja, hogy az EU-s átlaghoz képest hogy nézünk ki, és hát ez a 76, ez nem egy boldogító szám, ez egy nagyon alacsony érték, ha megnézzük, hogy mikor léptünk be az Európai Unióba.
Itt érnék rá egyébként akkor az Európai Uniós kérdésekre, mert hogy nyilvánosságra került Mario Draghinak, aki korábban olasz miniszterelnök volt, meg az Európai Központi Banknak az elnöke, szóval Mario Draghinak a jelentése az Európai Unió versenyképességével kapcsolatban, hát az is elég lesújtó, és most pedig az Európai Unió ugye pont amikor beszélgetünk, akkor a hétvégén fogadott el olyan határozatot, ami a kínai termékeknek a vámolásáról szól. Ez például Németország ellenezte, az a Németország, amivel egyébként mi szoros gazdasági szimbiózisban létezünk. Nem tudjuk, hogy Kína erre majd hogy fog reagálni, és ő meg mit lép. Szóval, hogy itt közben összeurópai szinten is vannak kihívások, meg vannak problémák, és az pont egyébként az ön által ugye azt mondta, hogy nem nagy szakképzettséget igénylő gyári, meg vállalati iparunkat fogja érinteni, ha érinti. Hogy látja ezt a mostani kialakult helyzetet? Hát megjegyzem, a német egyfőre jutó GDP és az egyfőre jutó fogyasztás is az utóbbi időben csökkenőben van. Persze még így is ők azért messze ott vannak az európai élmezőnyben. De visszatérve a kérdésre, én alaposan megnéztem a Mario Draghi féle jelentést, és kétségtelen egy ilyen segélykiáltásnak tűnik, amit ő leír, de megjegyzem, ilyen elemzések 10 éve rendszeresen megjelennek az Európai Unió különböző műhelyeiben, figyelmeztetve az Európai Uniót, hogy lecsúszóban van. Csak ugye most gondolom, hogy ott is régi új vezetés van az Európai Unióban, és valamivel robbantani kellett, hát ezért kellett a Draghi jelentés. De a helyzet az, hogy amíg a felmérés a helyzetkép az valóban mondjuk objektívnek tekinthető, de ugye a javaslatokkal baj van. Most ugye ez a javaslat, amit ön is említ, hogy most itt agyonvámolni a kínai termékeket, nagyjából úgy szokott ez kinézni, hogy ugye a piacon az a termék sikeres, amelyik jobb minőségű, amelyiket jó minőségben, de relatíve jobb áron adnak el. Na most erre nyilván az a válasz, hogy persze ahhoz, hogy jó áron, tehát olcsóban adj el, mint a versenytársához, az kell, hogy olcsóbbak legyenek kisebbek legyenek a költségei. Ugye ez részben úgy szokott előfordulni, hogy alacsonyabbak a bérek a cégnél, és a másik pedig, hogy állami támogatást kap. Itt az a vád a kínaiak ellen, hogy a kínai állam azokat az ágazatokat, amelyeket szeretne pörgetni, azokat megtámogatja. De szeretném megkérdezni, hogy Draghi úrtól, hogy és nem ugyanezt teszi el az Európai Unió, meg az Egyesült Államok. Mert ez a helyzet, hogy most iparpolitika címén csak nem minden országban megpróbálják a hazai ipart úgy védeni, hogy több állami támogatás, és ami lehetőség van, például esetleg piackorlátozás, hogy importot megdrágítani, tehát többféle módszerre, de megpróbálják így versenyelőnybe hozni a saját ágazatokat. Kína nyilvánvalóan támogatja az autóipart, meg más ágazatait is támogatja, de az a helyzet, hogyha megnézzük, akkor az Európai Unióban például nálunk is jelentős támogatást kap az autóipar, a járműipar. Tehát nem látom azt az óriási különbséget. Na most az persze érthető, vagy felfogható, hogy bajban valamit tenni kellene, de megint az a gond, hogy nem a probléma gyökereihez mennek le. A németek sem fordítanak eleget kutatásfejlesztésre. A német ipar, főleg a járműipar, amelyik egyébként egy nagyon jelentős szelete a német gazdaságnak, elkényelmesedett. Nem nagyon kellett neki fejleszgetni, mert az olcsó bérre építve, ugye, amit fizet Kelet-Európában, kiválóan tudott kereskedni a világ bármely országában. És sajnos ezzel szembe kell nézni, hogy ez az egyik ok annak, hogy elkényelmesedtek, és ahelyett, hogy kutatásfejlesztéssel, innovációval, a világ figyelésével mit csinál Kína, mit csinál az USA, azzal törődtek volna, kihasználták azt a lehetőséget, hogy hát az olcsó bérre rátelepülve kiváló profitot lehetett megtermelni, és azt a profitot, amit megtermeltek, nem pörgették vissza kutatásfejlesztésbe, innovációba, bérekbe, továbbképzésbe,
mert abban is le vannak a németek maradva, ugyanúgy, mint mi, felnőtt képzésben, ha nem biztos, hogy a tulajdonosok zsebre tették a profitot. Na most elnézést, hogy ilyen dolgot mondok, de az a helyzet, hogy ha ezzel nem nézünk szembe, akkor emelgethetik a vámot a kínai termékeken, az nem fogja megoldani a német autóipar problémáját, már csak azért sem, mert ráadásul elég jelentős exportja van a hagyományos autóknak, tehát a benzines, dízeles autóknak Kína irányába, Ázsia felé, és ha ott esetleg akár a BRICS országok, amiben Kína is benne van, esetleg azt mondják, hogy jó, hát ha minket büntettek, akkor mi meg visszaadjuk, és netán ők meg megemelik a hagyományos autóknak az import vámját, vagy netán az élelmiszeriparoknak, ipari termékeknek, amelyek ugye jelentős exportot jelentenek a franciáknak, az olaszoknak. Tehát én azt gondolom, ez az oda-vissza menő ilyen tulajdonképpen ilyen protekcionista megoldások nem fogják az Európai Unió problémáját valóban megoldani. Ami megoldaná, az szerintem az, hogy megnézni, hogy miért annyira bürokratikus az Európai Unió, miért tart egy döntés végrehajtása 3-4-5 évbe, miért mennek el a fiatal, kezdő vállalkozások az Európai Unióból inkább az USA-ba működést ott beindítani, miért nincs elegendő szakember, mert többek között azért nincs, mert nem fordítanak arra, hogy továbbképezzék őket ugye a cégeknél. Tehát a valós az igazi problémákat valójában a Draghi jelentés sem tárja fel, és itt egy szót megemlítek, nem szerepel ez a szó a jelentésben, hogy termelékenység. És ugye ez azt jelenti, hogy milyen ügyesen, okosan, takarékosan használjuk fel az erőforrásainkat, legyen az energia, anyag, ember, munka, óra, vagy természeti kincsek, akármi, pénz, nagyon fontos, tőke. Az Európai Unió elég régen, már rosszabb ideje, lefele csúszik termelékenység tekintetében, sajnos Magyarország is, de meg kell nézni ennek, és mi az oka. És a termelékenységet is úgy lehet javítani, hogyha van jól felkészült szakember, magas tudású, van innováció, van jó szervezés, és kicsi a bürokrácia. Nem öli meg a kezdeményező készséget az állandó ellenőrzés. És ugye ebben nagyon-nagyon élen jár az Európai Unió. Megjegyzem, nálunk is ez gondja a KKV-szektornak. Egy utolsó kérdés, hogy kapunk üzenetet rengeteget, akik az autóiparban dolgoznak Magyarországon, hogy kezdjenek el új munkahelyet keresni, vagy lesz-e baj? Ön szerint lesz baj? Amíg Magyarország az a hely, ahol a legjobban érzik magukat a befektetők, addig nem. Tehát én azt figyelem, hogy ugye a nagygyárak azért már... De ha befektető recsen meg... Tessék? Ha a befektető recsen meg? Hát most ezt próbálom mondani, hogy ugye ezek a befektetők, ezek a gyárak, hát nevezzük őket, hogy ezek cégek, ezek ugye először ott fogják majd bezárni a részlegeiket, ahol a körülmények kevésbé jók. Tehát magasabbak a bérek, nem kapnak állami támogatást, amit én az előbb mondtam, hogy nálunk ezek az előnyök megvannak. Amikor a elhelyezkedés az az Európai Unióról van szó, akkor az nagyjából minden EU-s országnál kedvező. De eljöhet az az idő, amikor, ha nem tudják a problémáikat megoldani, akkor kénytelenek lesznek máshol is csökkenteni a munkaerőt, illetve amiatt is csökkenthetik, és ez nagyon fontos dolog, hogy úgy is lehet bért megtakarítani, ha még jobban automatizálnak, robotizálnak, és netán okos módon a mesterséges intelligenciát is hasznosítják a termelésben, a termelési folyamatokban, azzal embert lehet kiküszöbölni a folyamatból. Tehát mindenképpen van esély arra, nem a következő egy évben, az biztos, de van esély arra, hogy Szlovákia, Csehország és Magyarország ilyen szempontból bajba kerülhet, mert ebben a három országban nagyon nagy a járműipari kitettség. Tehát kétségtelen ez egy fontos tényező, és erre azt gondolom, hogy hosszabb távon számítani kell. Csatmagdolnak, köszönjük szépen, hogy itt volt velünk. Köszönöm én is a meghívást.